névtelen hősökre is emlékeztek koszorúzás az alvégi temetőben. Retrótól a virtuális valóságig, Geek Show az ötvös csarnokban. Bravúros győzelem, Cegliden lépett pályára az OFK ese. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió híradóját látják, köszöntöm a kedves nézőket. Ma november 2-a, kedd van, jöjjenek a legfontosabb hírek. Az első és második világháborúban elhunyt katonákról emlékeztek meg az alvégi temetőben november 2-án. Bojtor István alpolgármester koszorúzta meg a magyar, szovjet, román elesettek síremlékét. Az első világháború hősi halottainak emlékére. Olvasható az alvégi temető egyik emléktábláján. November 2-án a háborús hősökre emlékezve helyezett el koszorút az önkormányzat képviseletében Bojtor István, Orosháza alpolgármestere. Így tisztelegve a hősök előtt, akik a világháborúk során veszítették életüket. A több ismeretlen felirattal ellátott sír olyan személyeket fed, akik az első és második világháború során haltak hősi halált, azonban személyük a mai napig ismeretlen. Többen csak a 20-as éveik első felében jártak, amikor életüket vesztették a háborúban. Elkezdődött az adventi előkészület a városban. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT munkatársai folyamatosan helyezik fel a világító elemeket a kandelláberekre. A megszokott hópihéket már felhelyezték a polgármesteri hivatalra. A novemberi időszak az adventi készülődésről szól az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT-nél. A város több pontján kihelyezték már a megszokott ünnepi fényeket. Megtudtuk, Orosháza 13 pontján összesen 170 kandelábert díszítenek fel. A megszokott díszek mellett új elemeket is vásárolt a Városüzemeltetési ZRT. Az Orosháza baráti kör a megszokott módon építi a városi adventi koszorút, de felállítják a mesekönyvet, a naptárt, illetve a betlehemi jászolt is. Két éve fiatalok korcsolyáztak ezen az ingyenesen használható pályán. Erre idén is lesz lehetőség, november 24-én kezdik el összeszerelni a Városüzemeltetés munkatársai. A hétvégén fog megjelenni a felhívás annak érdekében, hogy keressük a város karácsonyfáját, és arra biztatunk minden orosházit, hogy akinek olyan fenyőfája van az udvarán, telkén, amelyik már kinőtte magát, azt, hogyha jelzi nekünk, akkor mi díjmentesen kivágjuk, és aztán a városi karácsonyfaként a városlakók örömét fogja majd szolgálni az advent időszakban. Eddig még soha nem látott eseményt szervezett az Orosházi Női Kézilabda Klub névadó szponzorával közösen múlt szombaton Orosházán. Az Oxo Geek Show-n a retro játékoktól kezdve a robotokon át egészen a virtuális valóságig mindent kipróbálhattak az érdeklődők. A virtuális valóságot, szimulátorokat és konzolokat is volt lehetősége kipróbálni annak, aki múlt szombaton kilátogatott az ötvös csarnokba. Az Oxo Geek Show az országban elismert, úgynevezett Gaming Expo színvonalát hozta, de ebben az esetben leginkább a családokra fókuszáltak a rendezők. Az Orosházi Női Kézilabda Klub, valamint a névadó szponzoruk az Oxo Energy Drink. Nagyon sok játékot hoztunk ki, retro részleg is van. Igazából a helyieknek akartunk egy ilyennel kedveskedni. Az Orosház önkormányzat és az Orosházi Női Kézilabda Klub támogatásával jöhetett az létre. Az Orosházi Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével egy pályázati forrásból valósult meg a rendezvény. A bejárat mellett a Kossuth szakképző iskola jóvoltából egy robotot lehetett kipróbálni, majd amikor teljesítette valaki a pályát, egy pecsétet kapott. Nem ez volt az egyetlen állomás, máshol is pecséteket gyűjtöttek a résztvevők, amit végül tombolára válthattak be. A fiatalok tetszését különösen elnyerte a rendezvény. Nagyon tetszik, különleges, és tök jó, hogy mindent ki lehet próbálni. És mi tetszett eddig a legjobban? Mit tapasztaltál? Még most vagyunk itt, eddig ez tetszik nekem a legjobban. Az idősebbeket nosztalgiával töltötte el az első valaha készült videójáték, a Pong, de egyéb igazi klasszikusnak számító konzol kipróbálására is volt lehetőség, amik elé a legkisebbek is szívesen odaültek. A mérkőzést pedig így, és ezzel együtt a szérián az Atterló csapata nyeri, azt gondolom, hogy így utólag azt mondhatjuk, hogy teljesen megérdemelten. A rendezvényen egy igazi e-sport versenyre is sor került, a League of Legends dél-magyarországi regionális versenyének döntőjét Orosházán rendezték, amelyet végül az Afterglow csapata nyert meg. A mérkőzéseket kommentátorok közvetítése mellett nagy kivetítőn követték az érdeklődők. Két éves kényszerszünet után folytatódott Deák György nagy sikerű beszélgetés sorozata az Alma a fájától. A program ezúttal a múlt, jelen és jövő nevet kapta, hiszen felidézték a legsikeresebb előadásokat, és szóba került egy jövő tavaszra tervezett rendezvény is.
2013. februárjában indult útjára Orosházan az Alma a fejától sorozat. Azóta 17 eseményen 17 ismert és egyben elismert orosházi személyiség volt már családjával együtt a műsor vendége. Október 29-én, két év kényszerszünet után ismét elérkezett a nagy pillanat. A Petőfi Művelődési Központ Szokalé Sándor termében tartották a rendezvényt. Deák György, a sorozat szervezője elmondta, almás kertjük legemlékezetesebb fáit ismét elhozták magukkal. Szót ejtünk majd arról, hogy ez alatt a 2013. februárjában indult időszakon belül kik voltak a vendégeink, hírességek, akár olyan ismert orosházi személyiségek, akikre jó most így visszaemlékezni. Sajnos sokuk már nincs is az élők sorában, tehát nekünk is ez egyfajta számvetés, úgymond. Ezúttal a legutóbbi szereplése óta többek közt dr. László elekdíjjal gazdagodó dr. Dani Győző, az azóta Kardoskút díszpolgárává váló Verasztó Lajos és a Vörös Martin Mihály általános iskola közkedvelt és szeretett pedagógusa Tompa Lajos voltak az Alma a fájától vendégei. Felidézték életük legmeghatározó pillanatait, a legutóbbi szereplésüket és az azóta történt fontosabb eseményeket. Kellemes emlékeink vannak, a 2018 őszén voltunk családdal, és megtiszteltető is volt számunkra, és jó érzés visszajönni. A jövőt a rendezvényen az El Camino zarándok utat is teljesítő Szilágyi Mihály mentőtiszt képviselte, tavasztal egy egész estés műsor keretében várhatóan ő lesz az Alma a fejától sorozat legközelebbi vendége. Megőrizte hazai veretlenségét az orosházi női kézilabda csapat. Múlt vasárnap az FTC U19-es együttesét fogadta az UNKC az NB1-s bajnokságban, és a fordulatos mérkőzésen meg is szerezte a győzelmet. Megtartani a hazai veretlenséget. Ezzel a céllal fogadta vasárnap az Oxo Energy orosházi NKC ellenfelét a zöldmezben játszó FTC U19 együttesét. Fordulatokból nem volt hiány már az első játékrészben sem. Volt olyan időszak, amikor 5 góllal is vezetett az orosháza, de ekkora hátrányból is visszajöttek a fővárosi fiatalok. A szünetben mégis 18-16-os hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A második játékrész első támadását a ferencvárosi fiatalok vezették, az átlövő Kármál utca góljával zárkóztak a vendégek. A 39. percben előbb utolérték az orosháziakat, majd egy perccel később a vezetést is átvették. Herbert Gábor időkérése alatt rendezte a sorokat, és pár perccel később ismét a hazai alakulatnál volt az előny. Ács Orsolya szerezte a 28. orosházi gólt. És újra a vezetés a táblára, gólszerző Ács Orsi! Szabó Dorina az 55. percben a harmadik két perce után piros lapot is kapott, így kénytelen volt elhagyni a pályát. Ekkor 32-29-re vezetett az UNKC, de a végjáték is izgalmasan alakult. Hiába jött ki egész pályás letámadásra a Fradi, a hazaiak átjátszották a védelmüket, és Antal Jennifer beállította a 34-31-es végeredményt. A győztes mérkőzés után Herbert Gábor hangja szinte teljesen elment, rekettes hangon értékelte a találkozót. 8 emberrel, 10 emberrel, 12 emberrel edzünk, készülünk, itt fáj, ott fáj, ez maradt ki, az maradt ki, azért, mert nem mondjuk, azért vannak mindig hiányzóink, és mégis meccsel jön mindenki, összeszedi magát, és erre mondom, hogy erőn felül teljesít, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. A hétvégi siker zsinórban a harmadik volt. Összesen 10 pontot gyűjtött eddig az orosházi csapat, amivel jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán. Azt gondolom, hogy fejlődtünk az elmúlt időszakban, megint csak, a nem is nagy lépésekkel, de megyünk előre föl. De itt ebben a meccseken a kitartásban, az akaratban, nagyon sokat kapunk. Most két idegenbeli mérkőzés következik. Szombaton 16 órától a sereghajtó Csepel-DS együtteséhez látogat az UNKC. Bravúros győzelmet aratott az orosházi FKS-e kézilabda csapata a nagy riválisnak számító Cegléd ellen. Az összecsapás végig kiélezett csatát hozott, és ugyan a félidőben még az ellenfél vezetett eggyel, Kovács Attila legénysége megfordította a mérkőzést. Végig kiélezett csatát hozott az orosházi FKS-e Tokaji kézilabda csapatának ceglédi vendégjátéka. A második percben a hazai pályán játszó együttes szerezte meg a mérkőzés első gólját, a 12. percben pedig 5-3-ra vezettek. Orosházi részről éppen Lászlai Szabolcs szerezte meg az első találatot, aki korábban évekig játszott a ceglédi csapatban. Vendég részről ezt követően több rontott lövést is láthatott a közönség. A 18. percben már 3 gólos volt a hazai előny. Érkezett is Kovács Attila időkérése, ami eredményesnek bizonyult, hiszen nem sokkal később Pásztor Máté büntetőből egy gólosra faragta a hátrányt. Ezt követően azonban ismét ceglédi percek következtek. A különbség ismét 3-ra nőtt.
Fontos volt tehát, hogy az első játékrész végéig ezt legalább csökkentsék a lelkesen, de sok hibával játszó orosháziak. Ez sikerült is nekik, 14-13-as állásnál vonultak fél időre a csapatok. A második játékrészt az OFK-ese kezdte jobban. Lászlai egyenlített, Pajkó László kivédte Kállai hetesét, Kovács Bence pedig szintén eredményes volt, így az előny már az orosháziaknál volt. A következő percekben fejfej mellett haladtak a csapatok, ugyan az orosházi játékosok kettővel is vezettek, de a ceglédieknek mindig megvolt a válaszuk. Az utolsó percekre 22-22-es döntetlen állásnál fordultak, az oda-vissza gólváltás pedig ezután is folytatódott. Egészen az 59. percig, amikor Pajkó bravúrját követően Pásztor Máté nem hibázott, ismét két gólosra nyúlt a különbség, amelyből a lefolyásig sikerült egyet nagy küzdelem árán megőrizni. Kovács Attila legénysége így a nehezebb szezonkezdést követően zsinórban a harmadik sikerét könyvelhette el. Ceglédi KKS-e, Orosházi FKS-e Tokaji 25-26. A Retro Egyesület kispályás labdarúgó tornával emlékezett az egykori élvonalbeli játékosra, Ciráki Józsefre. Három csapat mérkőzött meg egymással a Táncsics gimnázium sportudvarán. Futballal emlékeztek október 30-án Ciráki Józsefre, az egykori NB1-es játékosra. A városban mindenki által Öcsi bácsinak becézett sportember, 15 évesen a szentetornyai Petőfiben kezdte a labdarúgást, és 1963-ban az orosházi Kinizsiben fejezte be. Két évtizedes pályafutása alatt 139 NB1-es mérkőzésen szerepelt, 40 gólt szerzett. Legsikeresebb éveit a Szegedi Honvédban és a Komlói Bányászban töltötte. Edzőként is számos sikert ért el. 2010-ben hunyt el. Haláláig a Berta József Alapítvány tagjaként tevékenykedett. Ez sajnos az idén már márciusban szerettük volna megtartani, de a járványhelyzet nem engedte. Így most a mai napon tudjuk ezt bepótolni, és három csapat részvételével sikerült most megszerveznünk ezt a tornát. Az emléktorna végén a Retro Orosháza csapata emelhette magasba a serleget, második helyen a Mezőhegyesi házépítőkboltja végzett, harmadik a Benkő Barátai FC gárdája lett. Ezen kívül több külön díj is gazdára talált. Mint az Benkő László szervező elmondta, a Retro Egyesület a novemberi sportbál után a decemberi Mátrai Sándor emléktornára készül. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. A névtelen hősökre is emlékeztek, koszorúzás az alvégi temetőben. Retrótól a virtuális valóságig, Geek Show az Ötvös Csarnokban. Bravúros győzelem, Cegléden lépett pályára az OFKS-e. Ez volt az Orosházi Városi Televízió híradója november 2-án kedden. Pénteken ismét jelentkezünk, akkor is a legfrissebb híreket hozzuk el önöknek. Addig is olvassák az Oros Cafét és kövessenek minket a Facebookon. Híradónkat bármikor visszanézhetik az Oros Café YouTube csatornáján. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!